Szevasztok, srácok! Nyomjuk tovább a Stalkert, és ugye legutóbb ott hagytuk abban a játékot, hogy megvizsgáltunk két lezónott helikopternek ugye a helyét, és elhoztuk ide a fekete doboz, kinyertük belőle az infót, kaptunk egy pár küldetést, ami visszahoz minket majd ide Jupiter központba, de egyelőre nem fogunk még oda menni, annak ellenére, hogy el kell mennünk oda, mert azt terveztem, hogy elmegyek ugye a szerszámokért, hogy hogy hívják az emberünket? Kardán. Hogy Kardán tudjon módosítani a fegyverünkön meg a páncélunkon. Úgyhogy megnéztem, hogy helyileg hol vannak ezek a szerszámok. Az egyik az itt van a vonaton, a másik meg itt van a Jupiter központban. És az a vicces, hogy én ott voltam is korábban, csak visszafordultam mondván, hogy ez a padlás tele van elektromos anomáliával. Pont ott van. Na mindegy. És az a lényeg, hogy el kéne indulni akkor a vonat felé. Azt a küldetés, azt csak bejelölöm, hogy... Jézusom, itt ilyen sötét van. Akkor aludjunk tízig. Tehát bejelölöm azt a küldetést, csak azért, hogy nagyjából képbe legyen, hogy merre kell elindulnom. Ó, éhesek lettünk. Jó, de ne vegyél elő gránátot, nem akarok én lődőzni. Azok zombik? Azok zombik. Jó, összeestek. Hello, mi? Anyád, volt el a fegyver. Jó, ezt megérte. Ezt is megérte, na akkor már csak egy kell. Másiknál is legyen könyörgöm. Hát annál nem volt. Ez szomorú. Jó, hát akkor ilyen zombikat kéne keresgelnem, akik... eléggé felszereltek. Egyébként venni nem lehet. Kétlem egyébként, hogy lehetne venni. Viszont ha már vásárlás. Igen, csak fogy a töltényem. Vegyünk már pár töltényt. Te árulsz kőszert? Árul. Kösz. Kérem. Köszönöm. Most már picit jobban érzem magam. Mindjárt jobb. Sokkal, de sokkal jobban érzem így magam. Lehet, hogy 6 kilót cipelünk. Az ott az mi az? Jaj, ne egy ilyen szokkodós. Nem, hidd el nekem, hogy nem kell eltennem a fegyveremet. Itt van. Na, hogy segítsetek amúgy. El kell tenned a fegyveredet, persze, megvédeni meg majd ti fogtok, mi? Mint hogyha lenne egy húló. Na, pontosan.
abba az irányba van. Valahol. Aha. Na, ebben a vonatban van. Oké, megvárjuk. Megvannak a szerszámok. Jó, egy megvan. Mondjuk ebbe a buliba be kéne csatlakozni, hogy hát ha. A zombi? Nem. Azok emberek. Meg például valaki meghalt. Köszönöm. Ezt majd eladni lesz jó inkább. Ne ijeszgessél már. Ne rozkoditice! Čekajemo! Nyugodjál meg fele! Melyik jutott a góréte? Van a dol. Van a gyógyszer, vagy nem? Főnökkel próbáltam, de nem valami beszédes. Nincs hangulatod. Akkor kap be a hangulatod. Neked van hangulatod? Van. Szarka? Sosem hallottál róla. Titkos alagút Jupiter alatt. Aha. Akkor arra azért nem fogunk még menni. Hát a Jupiter alatt van az átjáró Pripyatba, az a játék vége felé fog minket elvinni. Akkor az azt jelenti, hogy amit meg kell csinálnom, azt még előtte meg kell. Jó, amondó vagyok, hogy csak el kéne menni oda. De csak a szerszámokért, semmi másért. És bízom benne, hogy útközben találunk majd olyan dolgokat, amik kellenek nekem. Ezeket már átvizsgáltam, ugye? Vagy nem. Ha átvizsgáltam volna, akkor nem szedik ki belőle a pénzt. Gondolom a kutyákra lőnek. Hello, mi? Drobu, bratet! Szarka? Kösz. Kösz a semmi. Ó, hát az egy próbát megért.
Nem tudom egyébként, hogy kinél kéne érdeklődnöm Szarka ügyben. Meg is, hogy mi az anyámra lőnek. Na, ebbe a fegyverbe kéne egyébként egy rakat lőszer. Azért, mert szeretem azt a fegyvert. Nagyon rossz helyen vagyunk amúgy. Látom, hogy barátságosak egyelőre. Na, ne bántsuk őket. Jó, oda kell nekem eljutni. És ami kell nekem, az valahol Jézus ereje. Ott lesz bent. Talán nem vagyok benne biztos. De itt lesz. Elvileg meg is van. Itt is van egy, itt is van. Nagyon jó, megvannak a szerszámok. Ez itt létra? Annak néz ki, ha? Hogy? Jó, akkor a szerszámok megvannak. Akkor mehetünk vissza. Valahol oda. Kellene egy harmadik detektor. És honnan az anyámból fogom megszerezni? Legrosszabb esetben azt az egyet már tényleg kidobatom. Jobb ötletem nincs. Nagyon ritka az olyan zombi, akinél van. Ez baj. Ez bizony baj. Jön a kitörés. Találjam ki, hogy hogy jutok le.
Ugye? De tényleg, hogy jutok oda le? És nincsen olyan cuccom. Nem, meghalunk. Nagyon nem jókor jött ez a kitörés most. Ó, zabálja az életem, mint a kurva élet. Keres menedéket, kösz! Keresnék én. Mondd azt, hogy ez az. Úristen. Időzünk, nehogy jöjjön a következő törés, mert abba belehalunk megint. Viszont ebben a fegyver mások töltény nincsen. Jó. Hát nem tudom. De egyébként ez a kitörés dolog is tök érdekes. Az előbb is bementem egy házba, ott elvileg védetnek kellett volna, hogy legyek. Mert hogyha abból indulunk ki, hogy emlékeztetek, az előző rész végén is volt egy kitörés, és ott a bandita tábor kellős közepén voltam, és ez egy eléggé nyílt épület volt, és ott simán túl lehetett élni egy kitörést. Ebbe a házba akkor miért nem? Nagyon érdekes. Na, azt mondja. Adjuk oda a csávónak a szerszámokat, pont az ellenkező irányba. Csak valam. Figyelj, találtál szerszámokat, illetve én találtam. Ez csak egyszerű munkához. Legfinom munkához. Ezzel tudsz valamit? Jó. Na, akkor ő most már tud nekem javításokat, meg módosításokat végez. Nagyon jó. Tisztázzal egy pontosság. Ez is jöhet. Az is jöhet. Az is jöhet. Jó. Megbízhatóság vagy visszarúgás. Legyen akkor egy kicsit megbízható. Röppálja. Vagy megbízhatóság. A megbízhatóság. Kezelhetőség, visszarúgás, kezelhetőség. Nem akarok kaliber cserélni benne. Jó. Ezt javítsd meg, mert eladjuk. Ezt is javítsd meg. Ez jöhet.
nagyon jó. Más a generációs éjjellátó. Vegyi meg sugárvédelem. Hát nem tudom, melyiknek lenne úgy értelme. Inkább ezt rakjuk bele. Jó. Ezek már módosítva vannak. Ezeket is feljavítjuk így. Jó. Tűzgyorsaság az anyuk nem érdekel, úgyhogy jött a reppája. Megbízhatóság is jöhet. Pontosság, tűzgyorsaság legyen pontosabb. És a kezelhetőség. Jó. Oké. Egyelőre. Ezt is javítsd meg, ezt is legy... Ám, most! Jön a kitörés. Hál' Istennek ezt a kritben csak túléljük, ugye? Figyelj, koma! Hoztam neked egy ilyen fegyvert. Jó. Meg mondjuk adhatnál nekem töltényt. Így. Ezt eladom. Ezt is eladom, meg a hozzátartozó töltényeket is. Járjál. A töltényeket nem kéne eladni. Jó. Ezeket vegyük meg, azt add el. Másfajta távcsövet nincs semmi. Mesterlövész távcső. Vagy itt van ez a fegyver. Ezt kéne megvenni. Elköltöttünk egy rakat pénzt amúgy. Azt adjuk el. És ezt fogom használni helyette. Amúgy is jobban szerettem azt. Jó, most egy picit elbarmoltuk a pénzünket, nem baj. Ezen a fegyveren. Kezelhetőség, és elhagyott a pénzem. Akkor ezeket nem tudja megvenni. Szomorú. Jó, hogy vettem töltényeket, visszaadtam neki. A kezelhetőség, megbízhatóság. Legyen megbízható. Visszarúgás. Ehhez meg nincs elég pénz. Nagy kontrasztú irányzék. Várjál, buli van, jövök. Miért nem veszed elő a fegyvert? Ja, be kéne tárazni előbb.
Nagyon jó. Ah, de jó lesz ez a fegyver, imádom már most. Viszont vérzünk. Már ez katona. Szomorú, hogy nem volt nála olyan detektor, ami nekem kéne. Jól van. Na, menjünk csak szépen vissza. Jó van, már na, elrakom. Jó. Pip! Baj! Lehet az a szarka. Még van egy rakat kötszerem, azokat is adogassuk már el. Meg mindent, ami olyan, hogy gránát például nem kell. Ja, kötszert ő nem veszi meg. A gránátok sem kellenek. Tessék, ezeket eladjuk. Ez a tárcső sem igazán kell. A hangdombító sem. Ez a fegyver sem, tessék. Bocsi, így húzom az időt. Jó. Ez átállítja a kalibert. De nekem ez kell. Jó. Justy! Na, hát akkor... Induljunk meg valamára. Szóval milyen a nagy kontraszt? Nagyon boga. Ez mi volt? Mondasz, hogy nála van? Ott van a harmadik. Nagyon jó. Ez mi? Megvan a három detektor. Hát belekerült egy kis időbe, mire összejött a dolog. És nem kellett kidobatnom a játékkal. Nagyon jó. Hát teljesen legális úton jutottunk hozzá. Jó, lődözzetek. Jó, megvárjuk. Csokolom, bácsi, hoztam neked detektort. Privét! Bagoly, megkért, hogy hozzak neked detektorokat. Tessék, itt vannak. Várd meg, míg Bagoly megkapja a detektorokat. Lőttök ennyire. Itt valamire nagyon lövöldöznek. Kaja az mondjuk jöhet.
Jó, hát végül is Csernobilban vagyunk, ezek itt normális dolgok. Vissza kell mennünk Bagolyhoz. Várj meg, mint Bagoly megkapja a detektorokat. Jó. Akkor viszont innen vissza kell menni a másik területre. Majd van a feladat, azt mondja... Hát, és azt mondta, hogy el fogja küldeni azokat Bagolynak, igen. Meg kell várnom, míg végez a detektorok, aztán megtudni az eredményt Bagolytól. Tehát vissza kell mennem mindenféleképpen hozzá. Ez a remek. Mindegy, itt végigmegyünk. Bemegyünk és egy kalauzzal elvitetem magam. De amúgy figyelj, mert van nekem egy ilyen AK. Azokat adjuk már el, a fölösleges fegyvereket. Azok nekem nem kellenek. Hé, bátya! Ezt vidd el. Ez meg tudod mit? Nekem nem kell. Megtarthatod így, ingyen. Na, hol van egy kalauz? No, privet. Soha nem hallottál róla. Te, kalauz? Hogyan ölted meg az irányítót? Aha, én ezt a sztorit meg el is hiszem. Та унікальне ж місце, ну. Привіт, брат. Що робити тут? Людям розповідати. Я курва мовчать. Або как? Мен торто знаєш. Угу. А вас зота руки звідки треба ростуть? Шкода тільки з довговцями сті тусує. Aha. Eladt a régó. Fasza. Azt nem mondta, hogy ez a Nothing Else Matters. Nagyon hasonló volt. Jó, elintézzük. Megoldjuk. Ez hol van? Ott. Ott van a tartozás, de az még egyelőre ráér. Nekem egy úti kalauz kéne. Здравствуй, сталкеры! На выигре. Эзер, ю, мэнюк. Ремелем эзо довис. Jött eszembe, most egy csomó pénzt adtam neki, az alig van lóvém. Megéheztünk. Jó emlékszem, akkor Bagoly az valahol itt van fent. No, що, є щось нове? Bazony.
Elvittem neki a detektor, igen. Jaj, még nem ért ide. Az remek. Ez olyan sokat ne költsünk. Költhetünk 1100-at. Az 5000 az viszont a tartozás, az kell a küldetéshez majd. Azért mondom, olyan sok töltényt ne vegyünk, ilyen szurit viszont adhatunk el. Azt annyit úgyse használok. Meg ezeket is el lehetne adni, párat, kötszeret is. Minek nekem ennyi kötszer? Add el őket, és akkor most megveszük a töltényeket. Oké. Okay. Szerintem vehetünk majd még. Mondjuk, van be, abból bőven. Jó. Tehát akkor elvileg még nem ért ide. Mennyi idő még ide ér? Nosdarob! Keresd meg Fajdot. Kikötői darukhoz indul, és én megtudott valami őt, eltűnt Stalkerekre. Буде щось цікаве? Заходь. Наш Скадовськ завжди на місці. Нікуди не відпливе. Не вчаться нічого, де. Та й вчитися не хочу. Аз бой. Кабе. Valahol akkor itt lesz, mert valami régi darukat mondott. Uh-huh, itt is van. Hello. Emberünk rohadtul nincs itt. Fent van vajon? De hát akkor úgy jelezni, lent van. Valahol ezen a szinten van az emberünk. Ott meg van egy hulla. Danila! De hol van? Anyádat. Pedig valahol itt van, mert jelzi a játék, hogy van ember a közelemben. De lehet, hogy azokat jelzi. Fel sem tudok menni. Hát jó, akkor amondó vagyok. Aludjunk egyet. Azt hát, ha előkerül. Oké. Megérkeztek a detektorok Bagolyhoz, úgyhogy beszélnünk kell vele. Közben... Az emberünk meg mindig nincs itt. Hol az anyámban van akkor? Bemenni nem lehet. Eleve az, hogy ide felmászni miért, azt nem értem.
Nagyfiúk megoldják. De itt nincsen az ember. Valamit nagyon nem veszek észre. Á, megvan. De akkor a faszi oda kintre rakja a jelölést, ha itt van bent. De ez nem is ő. Hogy mi van? Idő kérdése volt. Igen. Szóval nincs mit rejtegetnem, nincs értelme, most már tudod, hogy én öltem meg Fajdot, ahogy Danyillát, meg a többi eltűnt stalkert is. Miért? Hemoglobin függőség, senkinek sem kijönnám. Tehát nem lehet megszabadulni, van, hogy úgy érted, hogy egész van kibírod. Cseppérnék, ott kell például néhány szóval aztán kirobban belőle, elkezded ész nélkül bepótolni. Ő. Könnyű volt, igen. Mindig lehetett találni elfekvő vérkészletet, de a zónomnál és azt gondoltam, az ott körülmények majd a háttérbe szorítják betegségemet, de tévedtem. Megint elkapott, sokkal rettenetesebben, mint bármikor korábban, és semmi másra nem tudtam gondolni. Úgy döntöttem, vérszopó támadásnak átázom a gyilkosságokat. Általában már eleve sérült áldozatokat választottam. És mi van Danyilával, meg Fajdal? Azt mondja, a vérszopók elleni támadás után jött hozzám segítségért, megsebesült, mikor ő és Fajd úgy döntöttek, elmennek együtt vérszopóra vadászni, rájöttem, hogy már nem titkolsz sokáig. Jó, elég. Látja? Az szép volt. Valaki... Anyád, van nála egy rakat izé. Mennyi minden volt nálad? Köszi. Szóval ki az anyám akar itt kint lelőni? Ez mi volt? Kukucs. Kap be. Meg jó, hogy nem jött be beszélgetés közbe. Ezért adtam el egy csomó kötszert. Na, szóval. Most kéne visszamenni. Bagolyhoz. Az kemény egyébként, hogy ilyen vérfüggő volt a csávó. És ilyen vérszapó gyilkosságnak átszázta az eltűnt stalkereket. Mondd el, hogy mi történt. Jó, megyünk. Ja, fegyvert el kéne rakni, például. Jaj. Tényleg itt 5 méter után elfáradok. Na, tudjuk a... Fajd halott, reszketeg ölte meg, mint a többieket, és most már ő is halott. Kaptunk érte 10 000-et. Elért teljesítmény, nyomozzó. Na. Ну чего ты тыняешься? Якщо є, що викладай, ні провалю. Ну, szóval. Azt mondja, gondjaink vannak, a mi kis üzletünk kezd befutcsolni. Viszok jó munkát végzett a detektorokkal, megnövelte észlelési távolságot, javított a érzékenységen, meg ilyenek. Ezekkel a detektorokkal köröket verhetsz az összes többi képződményvadászra. Megállapodtam szakállal, hogy az által a felvér szat köröket, ezeket a detektorokat használják. Aha.
Azt mondja, hogy abban állapodtunk, hogy egyelően alszük zsákmányt, de a stalkerek nem hajlandók elhozni a mi részünket. Meg kell látogatnod szakát és meggyőzni, hogy tartsa be megállapodásra első részét. Aha. Jó, hát akkor beszéljünk vele. Szakál az itt van lent, nem gondoltam, hogy ilyen geci. Annyiban nem van. Van, aki dolgozva a harmadik detektort visszaveheted, nem veszem meg. Te tudod, kösz. Azt mondja, én a helyben nem üzletelnék bagolyjal. Ha jó pénzt akarsz keresni, adhatok neked egy kis előnyt a képzőnk. Igen, 2-3 órát annyi elég, hogy a többiek előtt végez. Plusz, ha érdekel, van egy különleges megrendelésem. Tudod, nagyon kéne nekem egy iránytű nevű képződmény. Tessék. Pont volt nálam egy. Megmentetted az életem, mentetted meg pajtás, most már biztos, hogy ezzel kilóra megvettem azt a komoly ügyfelet. Azt beszélünk, szóval át akart venni üzletemet. Igen. Nagyon jó. Később még visszajövök. Milyen képződmény van nálam? Ez az iránytű, és más nincs is nálam. Jó, meg kaptunk egy detektor tőle, azt mondta, hogy azt adjam oda bagonynak, meg ne nagyon üzleteljek vele. Másképpen egy fenét. A szakállás kecske nem fér bőrébe, emlékeztetik el neki a főnök környéken. Figyelj, benne az a fickó. A szultán kereső, ő majd megmondja, mit kell tenned. Megyek, megbeszéljük szultánnal. Ali Baba meg a 40 rabló, anyád picsája. Mekkora beszólás lett volna. Их тоже я тогда... Ага. Живи будем. Пересечемся. Azt mondja, valahonnan szerzett egy iránytű képződmény. Vajon honnan szerezhetett ő olyat? Neki nincs munkája, jó. És nekem van munkám valamit a környéken. Esetleg úgy látom, hogy nincs feladatlista. Van egy olyan tartozás, meg a rendelens aktivitás. De ez egy fejlett detektor kell. Nekem olyanom meg nincs. Ez prototípus. Kösz. Honnan a szarból szerzek fejlett detektort? Neked nincs. Ez olyan képződmény. Vérkő. Здравствуй, сталкере! Ja, ez a kalauz. Ну, хай счастлив. То не до мене, зі старшим розмовляй. Jó, te nem vagy beszédes. Nem baj, csak ne bunkózz-e. Bocs, hogy felkeltelek. Rák. Te vagy a góri, álljál meg. Привет, брат. Jó, akkor mennyi?
Hát akkor ügyük el a tartozást oda. Ez a hang, ez nekem megint úgy hangzik, mint hogyha jönne valami kitörés. Mert jön. Az emberek is elkezdtek menekülni. Zdrát? Várj a menedékben. Jó. Addig nem lehet utazni, amíg... No, zdorobu! Jakým vítrom tebe na našu posu... Tart a kitörés. Budeš se cíká... Zdorob! Javítsd meg. Azt is javítsd meg. Jó. Meg mondjuk ezt is javítsd meg. Ez egy 1000-es volt, remélem eladni olcsó, vagy több lesz. Csak hogy visszahozza az árát. Ja, de ennek nem lehet eladni. Hülye. Akkor eladjuk neki. Most. Hát, nagyjából nullára kihoztam. És ha mondjuk én itt rányomok az alvásra. Még safe zone-ban sem lehet átaludni a kitörést. Слушаю тебя. Az impulzus, ez hol az anyámba lesz? No, привет. Mert az azért, hogy még csak ki se lehet jelölni. Mert ez így oda visz. Na mindegy. Menjünk az állomásra. Rendezzük azt a tartozást. F12-vel lehet csinálni print screen-t. Nem mondod? Megint kajások vagyunk. Nem oda akarok menni, hanem oda. Opustil.
Vidd el a pénzt a banditáknak, de van egy olyan sanda gyanúm, hogy én odaadom nekik a pénzt, rendezem a tartozást, hogy üzé, kitisztult az idő. És megint az lesz, mint legutóbb, anyád ott egy irányító. Ott volt egy irányító. Tehát megint az lesz, mint legutóbb, hogy rendezem a tartozást, és hát azért nem fizettél, hogy ki is menjél innen. Már ide látom, hogy az lesz. Mondjuk ez nem azok a banditák, de akkor is. Hello. Akkor menj, beengedett. Csakalom. Чтоб я всрался! И кто это до нас пожаловал? Anyád a nagy menő. Tessék, itt a tartozás. Nem kis tartozás. 7 kilónál tart. Kamatról nem volt szó, haló. Jó van, Nesze. Ну типа я слушаю. Lehúzott a köcsök 2000-re. Mert ugye 5000 az a csávóé volt, meg még nekem zsebből rá kellett fizetnem 2000-et. Hát remek. Minimum 3000-et remélem azért fizet. Na, úgysem fog fizetni semmit, tehát nincs pénze, csóró szegény. Energita. Az nincs. Egy kis vol. Ennyi, egy köszönömmel le vagyok rendezve. Ki gondolta volna? Elintézte egy köszönömmel. Megcsinálnám, de bakker. Nincsen nekem fejlett detektorom. Sem tudom, hogy onnan... Vagy ott honnan szerzek? Mert ez eléggé ótvar. Ez meg prototípus. Bár mondjuk megpróbálhatjuk vele, hát ha. Próbáljuk meg. Köszönöm, hogy megengedett, hogy elővegyem a fegyverem. Öt kilométerről is. Satyal. Gratulálok. Mondjuk zombi, eszetlen. Jöhet. A többi nem érdekes.
Jöhet. Oké. Ez mi? Vergődj, zombi! Ó! Ez a detektor, ez működik! Megvannak az eltűnt stalkerek. Meg se tudok mozdulni, anyád. Már értem, hogy miért nem. Csak egyet dobjál belőle. Akkor ez azt hiszem megvan. És arra lennék egyébként kíváncsi, hogy ezt a fegyvert, hogyha javítatom, meg kicsit módosítom, mennyivel lesz jobb. Bár mondjuk most úgyis ezt fogom használni a távcső miatt. Rohadt hasznos dolog. És hogy az AK-ra meg nincsen. Ezt tedd el. La la la. Привет! Szevasz. Visszarúgás. Közelhetőség, megbízhatóság, súly mínusz, lehet rárakni irányzékot, megbízhatóság, azt mondja pontosság vagy tűzgyorsaság pontosabb legyen, a visszarúgás legyen kisebb, kezelhetőség, ez meg a kalibercsere. Jó. Na nézzük, hogy ez jobb, vagy ez. Hát, ez jobb. Ezt el fogjuk adni. Búvaj! Aloha! Katsa! Négy ezer évi hetet kösz. Atyát őtényt. Baj! Jó. Hát amondó vagyok. Hát induljunk meg. De erre kéne egyébként egy távcső. Bent egyébként nincsen senkinél. Nem árulnak. Bocs, hogy így szaladgálok, csak... Ha egy mód van rá, akkor... Tegyünk már
már ha van valakinek. Mert itt van távcső, de ezt kétlem, hogy rámenne az AK-ra. Az AK-ra ez a távcső megy fel. De legalább van távcső. Jaj, de jó lesz így. Itt van egy rejtekely. Na maradjon már itt. Hol van? Anyád. Sok mindent már nem tudok magammal vinni. Jó. Hát akkor szerintem megindulunk lassan Pripyat felé. De az meg már szerintem a játék vége lesz. Hát ott van a kivonási pont. És azon izélek, hogy ha most tényleg elindítjuk a végjátékot, akkor maga a játéknak a fő vonala nem is olyan hosszú. Vagy az a szarkom erre lehet, a jó ég tudja. Na, mielőtt bemegyek, hol megyek be? Itt. Vagy ott. Egy szétnézünk. Jó, ehhez a fegyverhez már több töltényt ne vegyünk fel, mert majd egy ezres van benne. Annyi töltényem van, szerintem sose fogyjál. Ugúcsokolom. Emlékeim szerint én itt nem tudtam tovább menni fönt. Ez meg lejjebb van. Ez meg ugyanoda fog minket visszavinni, onnan kijöttünk. Ó, kutya. Tudnám, hogy honnan került ide ez a rohadt izé. Kutya. Izé. Egyet így el, mert 90 kilót tudunk cipelni. Az azt jelenti, hogy akkor elvileg a stabinánk is jobb. De most csak azon gondolkodom, hogy mi van akkor, hogyha igazság szerint inkább erre jönnék.
éhes vagy. Hát egyél akkor. Rohadtul nem erre kell. Hanem erre. Csak tovább kellett volna mennem egy picit. Jaj, de jó. Ő az anyádat ijeszgeted. Került ilyen közel hozzám. Ott is lesz, már szalad. Kétlem, hogy ezt az ajtót lehetne nyitni. De jó. Nem, ez szép. De nem lehet kinyitni. Elsötétedett minden. Схема шляху проводу Прип'ять-1. Ось і доказ того, що підземний шлях до Прип'яті існує. Hát kaptunk infókat az alagútról. Tehát tényleg létezik. Kérdés, hogy mennyire járható. Oda kéne valahogy eljutni. Szerintem nem arra, hanem itt be. Még tudtunk bejönni legutóbb. Van valahol egy rejtek hely. Most arra vagyok kíváncsi. Aki vagy arra kell menni. Ugye itt volt a lezuhant helikopter. Erre egyébként van valahol egy cucc eldugva. Szerintem ott lesz fent. Azt nem lehet kinyitni. Ó, doksi. Fogalmam sincs egyébként, hogy merre megyek. Átjutottam a túloldalra, nagyon jó.
kell felmenni. Hű. Beszélj technikus a föld alatti átjáróról, oké? Тут вхід до шляхопроводу. Якщо запустити генератор, можна буде відкрити транспортний шлюз. Угу. Azért csinálok én is mentést, jó? Így F5. Beszélj technikusra a föld alatti átjáróról. A talált dokumentumokból kiderült, a Jupiter üzem alatt van egy Pripyatba vezető föld alatti átjáró. Az átjáróban nincs áram, fel van töltve gázzal, és a bejárata le van zárva. Keresnem kell egy technikust, aki be tudja kapcsolni a generátort, és kinyitja a kaput. És a gázról egyébként semmi info, hogy azt ugyanon hogyan tüntetjük el, hogy ha egy múlva rá, akkor ne pusztuljunk bele. Ez a technikus, ez hol van? Ott. Aha, tehát akkor innen. Van esetleg valami rövidebb kiút? Hát kiút az van. Én csak fogom magam, hogy kisétálok. Ez visszafelé problémás. Kéne inni még egy Herkulest, és az utolsót. Egy 70 kiló helyett 90-et tudok cipelni, és így tovább tudok sprintelni 5 percig. Egyébként a játék gondolt egyet is, és beállt 30 FPS-re. Különösebben nem zavar, csak legyen stabil. Tényleg, egy frame-mel nem megy feljebb. Na jó, így igen. Egyébként azon gondolkodom, hogy utána fogok járni, hogy ugye itt van egy olyan feladatom, hogy meg kell találni Szarkát. Hogy ő utána kinél kell érdeklődni. Hogy ki az, aki esetleg látta valahol, valamikor. Aha. Egyre szarabbul fut a játék amúgy. Mindegy, ez most már így megy végig, nem érdekel. Áh! Hé, komám! Áh! Találtam pár dokumentumot, Pripyatba vezető útvonalról van szó. Na, adattuk neki a papírokat, azt mondja, igen, szóval összefoglalva létezik egy Pripyat egyenlevű föld alatti átjáró, melyek az egyik szekciója Zsilipen végződik a Jupiter üzemszállítási részlegében. Lenyűgöző feljegyzések szerint lezárták, feltöltötték gázzal, és megszüntették az áramellátást. Ezt eddig is tudtam. Fel tudnám éleszteni a generátort és kinyitni a Zsilipet, csak hogy pont, gondolom a gáz. Szóval én megfelelő védelem nélkül nem megyek a Jupiterhez, neked pedig azt javaslom, még csak ne is gondolj arra, hogy egyedül néz végig az átjáron.
Szükséged lesz legalább néhány társra. Zárkörös ruhák is kelleni fognak, különben egy percig sem bírjátok odalent. Zulu itt lakik, nem messze a toronyban, próbálj beszélni vele, ha kijöttek egymással, így megmondja, hogy szervez meg a csapatot. Jó. Justin! Tehát akkor annyira mégsem egyszerű eljutni Pripyatba. Remek. Keres egy zárt körös, légzőrendszerre ellátott ruhát. Gondolom te árulsz olyat. Tessék, itt van. 25 ezeré. Да, и тут весело бывает. Ну jó. Beszéljünk Zuluval. Itt lakik nem messze. Ez zárva van. Jaj, el kell tennem a fegyvert. Mondom, el kell tennem a fegyvert. Négy, nem tudom megfogni a kilincset bal kézzel. Csókolom. Ez чем пришёл, слухай тебе. Jó, akkor ígyunk. Torkon öntötte magát a vodkával. Akkor így áll erre is. Remélem nem egy magad akarsz megbirkolni ezzel a feladattal. Veled megyek, és kellenek még többen. Pár megbízható ember mindig jól jön az ilyesmihez. Jó ötlet, ígyunk egyet a küldetés sikerére. Hát bazd meg, többet iszunk, mint beszélünk a küldetésről. Osztag, jó ötlet, kell legalább három ember. Van valami ötletem. Azt mondja, találni fogok valakit, és kellni fognak még zárkörös légzőrendszerű ruhák is. Igen, fő a biztonság meg ilyenek. Ha már szóba jött, miattam ne aggódj, az én ruhám teljesen megfelelő. A többieknek szüksége lesz rá, és macerás lesz megszerezni. Az olyan ruha nem túl gyakori erre felé. Így áll akkor megint. Vagy magunknak szerzünk ilyen ruhát, a többieknek meg nem mondjuk el, hogy kell. És akkor könnyebben hozzájutunk a dolgokhoz. Ja, a tervezők nálam nem fogunk áttévedni. Ó, geci, ilyen nincsen.
Ennyit inni? Ez már hanyadik üveg volt, amit lehúzott a csámú. És az a baj, hogy én is iszok vele együtt. És most fogunk összeesni. Nagyon jó. Значить, домовились. Ідемо разом. Знайдеш бійців, відсилай до мене, ліпитиму з них команду. Коли все буде тип-топ, даси знати. Забираємо Азота і вперед на Юпітер. No, szóval csapatot kell szerveznem, és ide kell őket vezényelni. Állítsam ezt a csapatot. Jó. Anyán, miféle bicsizé van itt te? Csúzli? Túl sokat játszok ilyen Dark Souls-al meg Elden Ringen, majdnem azt mondtam, miféle bicska az. És visszaállt a játék 60 FPS-re, nagyon jó. Elkiabáltam, 30. Mi? 25, 20, úristen. Újra fogom indítani. Figyelj már. Velem akarsz jönni? Segít nekem, nagyon jó. Szükséged lesz egy ilyen ruhához. Azt mondja, ezt a szívást olyan ruhámban, abban még egy kemencébe is bedughatott fejed. Havainak. Bár vissza tudnánk szerezni, 5 kiló kéne. Bele vagyok égve. Tessék, itt van. És чим прийшов, слухаю тебе. Jó van, de nekem attól függetlenül nincsen ruhám. Jó. Illetve volt még egy ember a tudósoknál, nem tudom, emlékeztek-e. Ő azt mondta, hogy olyan szívesen eljutnék Pripyatba. Ő. Ott. Hát akkor eljutsz. Beszervezlek a csapatomba, és eljutsz oda. Elővettem a fegyveremet, hogy aztán elrakjam. Hey, kama! De... Figyelj már, tehát így... Szeretnék neki más is mondani, azon kívül, hogy minden jót. Tehát itt írja, öregem, úgy elmennék Pripyatba. Én épp oda tartok. Neki bezzeg lehet mondani. Nehéz lesz rábeszélni hármat, adjon nekem egy ruhát, látom az arcán, jobban szeretni a puci a seggel gyalogolni a zóna határáig. Jól van. No, privet. De még mindig ennyi? Jó. Чего тебе? Вітаю. Так-так. Завжди радий бачити нову людину в нашому бункері.
senki nincsen. Jó, és akkor kéne nekem tudományos ruha. Nem. Erősen korlátozott, hogy egyszerűen nem engedhetem meg, hogy anyját picsáját. Akkor... Nem ad nekem olyan tudományos ruhát. Szomorú vagyok. Te sem adsz nekem olyat? Jó. Gyógyvíz. Megpróbálom megtalálni az oázist, jó. És tudományos ruhát kapok tőled? Szabályellenes, el kell számolnunk felszerelés minden egyes darabjával, viszont amennyire elmondt is, mert valószínűleg többet rendelt, mint amire szükségünk van. Azt hiszem, bizonyos körülmények között meg lehetne győzni arról, hogy váljon meg az egyik. És ezt hogyan lehetne elérni? Kőfejtő szélétől nem messze, igazán szeretném. Tehát abból a növényből, de azt akarják, nem hajlandók a hely közelében menni. Ha volna egy olyan növényen, megbeszélhetne Hermannal, jutalmul adja magának az egyik tartalék ruhánkat. Na, ez a beszéd, erről van szó. Na. Здравствуй! Jó. Ezeket nem kell javítani, okés. Buvaj! Csinálunk egy mentés, meg ránézek a feladat teremmel, most azért kaptunk egy pár dolgot. De azt olyan növényt hol az anyámba fogok találni? Itt anomália letapogatás van. Itt is anomália letapogatás van. Ide kell jönnöm. Ott van a növény. Jó. Akkor lesz olyan speckó ruhám nem sokára. Most viszont csinálunk egy olyat, hogy elmentjük a játékot. Így. És akkor majd innen fogjuk folytatni legközelebb. Szevasztok!